semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról, feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap, élőben. Keresd minket a Facebookon, és iratkozz fel a Semleges Térfél YouTube csatornájára. Ez itt a Semleges Térfél TV, és mellettem van Bődi Balázs, aki egyrészt a Semleges Térfél tagja, másrészt pedig a lokiblog.eu szerkesztője. Szia Balázs! Sziasztok én is mindenkit, sziasztok! Nos, hát ugye nektek már vége vannak a csoportmérkőzéseknek. Mondjuk, hogy nem sikerült túl fényesen a csapatnak. Hogyan ítéled meg a helyzeteket? Még, hogy fordítva mondanám, nagyon is jól sikerült. Kimondottan azzal a céllal jöttünk, hogy legalább egy gólt szerezzünk. Ezt az első meccsen teljesítettük, onnantól kezdve örömfoci volt, úgyhogy a Honvéd ellen reális sanszunk volt a pontszerzésre, és egy kis bírói hiba is becsúszott ott a végén, ami miatt bosszankodhattunk, de szerintem helytálltunk, és abszolút, amiért jöttünk, azt teljesítettük. Ez csak egy gólszerzésért jöttetek, akkor látszott is, hogy milyen tombolás volt egyébként. Tehát olyan gólöröm volt, hogy némelyik NB1-es meccsen nincs ilyen öröm egyébként a játékosok részéről. Jó, azt tudni kell, hogy mi egyébként nem szoktunk focizni összejárni, tehát egy olyan baráti társaság vagyunk, akik egyébként nem gyakorolnak a hétköznapok folyamán. Azért itt többségében komoly csapatok érkeztek a tornára, akik azért fociznak rendszeresen. Mi csak úgy elhülyültünk itt, úgy jöttünk ezzel a céllal, tehát tényleg abszolút nem vettük ezt annyira véresen komolyan. Ezért is örültünk tényleg annak, hogy legalább a gólszerzés sikerült. Balázs, egyébként ti hol hallottatok először az emléktornáról, és miért volt fontos, hogy elgyertek? Mi már tavaly is ott voltunk a Vasas sportcsarnokban. A dvtk.amigillekén.hu keresett meg minket még tavaly, hogy szeretnék, hogyha mi képviselnénk a Debrecent, és örömmel vállaltuk el ezt a kezdeményezést, és szívesen jöttünk idén is, mert abszolút egy jó kezdeményezésnek tartjuk. Említetted, hogy nem vagytok ti folyamatosan játékba szurkolók. A Lokinak nincs egyébként olyan szurkolói csapata, aki egyébként így rendszeresen összejár, és mondjuk el tudott volna jönni? A B közepeseink, a szudosok rendszeresen járnak focizni, azt tudjuk róluk. Hát minket kerestek meg tavaly a szervezők, ezáltal mi ugrottunk be tavaly, így ha már most megkértek minket idén is, akkor szívesen jöttünk. De egyébként biztos, hogy van, tehát. Akkor térjünk rá egy kicsit a Lokira. Ugye nálatok most volt egy edző kérdés. Most úgy néz ki, hogy nincs igazából kérdés, mert Pontes mester marad nálatok. Ez jó hír, rossz hír? Hogyan ítéled a szituációt? Hát azt nem mondanám, hogy nincsen kérdés. Tehát még a mai napig nincs egyetértés vezetőségen belül, hogy maradjon-e Pontes vagy nem. Ugye nagyon sok olyan hírt olvashattunk, hogy gyakorlatilag csak azért maradhat, mert nem akarják neki kifizetni azt a komoly lelépési összeget. Van információtok, hogy mennyire komoly ez a lelépési összeg? Én úgy tudom, hogy amit az újságok írnak, az valós. Tehát egy ilyen körülbelül 1 millió eurós lelépési díj illetné meg a stábtagokat. Emiatt is van ez, hogy nem akarják meneszteni, nem akarja senki se kifizetni neki. Ugye az önkormányzatnak is van tulajdon része a klubban, és Szima Gábornak is, és egyikőjük sem akarja nyilván ezt felvállalni. Van egy olyan pont a szerződésében, hogy ha a nemzetközi kupa indulás nem tudja teljesíteni a csapat, akkor onnantól kezdve nem jár neki ez az összeg. Véhetően erre appellálnak, hogy ez megtörténjen, és akkor ingyen el lehet küldeni. A legutóbbi Semleges Térfélben Csibó elmondta a véleményét, ugye ti ismeritek személyesen is a Pontes mestert. A tiédre is nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan ítéled meg az ő edzőségét, és hogy az a stílus, amit ő játszik, az valóban csak abban hibázik, hogy nincs meg hozzá megfelelő játékos keret? Hát be kell látni, most már azért mi is kezdjük érezni, hogy amit ő képvisel stílust, az nem biztos, hogy Magyarországon célra vezető. Próbálja a taktikához igazítani a játékos keretet, de igazából ez úgy lenne jó, hogyha a játékos kerethez mérten dolgoznak ki taktikát, és nem azt próbálná, amit ő erőltet, ami láthatóan nem megy a csapatnak. Picit menjünk a Lokiblog házatájára. Ugye ez egy szurkolói oldal, tehát szurkolói közösség. Egy ilyen szurkolói közösség életében mennyire fontos egyébként, hogy ott legyetek a csapat közvetlen közelében? Gondolj itt arra, hogy játékosokat közvetlenül ismerjétek, edzővel milyen kapcsolatok, esetleg a vezetőséggel, hogy közvetlen, vagy amennyire csak lehet közvetlen kapcsolat legyen? Hát a vezetőséggel és a klubbal egy kicsit olyan elhidegült kapcsolatunk van, ez más szurkoló oldalak is gyakran elmondják, hogy ha szépet írunk, akkor szeretnek minket, ha nem, akkor utálnak. Hát minket most sajnos inkább utálnak, olyan időszakot élünk. A játékosokkal úgy, ahogy tartjuk a kapcsolatot, azért szoktunk interjúkat szervezni, úgyhogy úgy megvan a kapcsolat. Bár azért hallunk visszajelzéseket, hogy a játékosok sem feltétlenül értenek mindig egyet a cikkeinkkel, meg az osztálytársainkkal. Néha haragszanak ránk, de azért törekszünk jó kapcsolatban lenni velük. Ettől függetlenül szívesen szóba állnak veletek? Természetesen, tehát ahogy mondtam is, azért több interjút szoktunk velük készíteni, és készséggel állnak a rendelkezésünkre.
A Loki blog egyébként mennyire kritikus hangvételt üt meg a klubban szemben? Említetted, hogy nem biztos, hogy szeretnek, van amikor kedvenek, van amikor éppen az ellenkezője. Hát ugye mi egy blog vagyunk, tehát mi a véleményünket nem rejtjük véka alá, mindig megmondjuk, amit érzünk, emiatt nyilván, hogyha ha úgy szerepel a csapat és olyan a helyzet, akkor kritikus hangvételt ütünk meg. Emiatt nyilván ez nem tetszik egyeseknek a klubnál, még hogyha tudják nagyon jó, hogy igazunk is van. De... ez nem annak az esete, hogy érted, haragszom, nem ellened? De egyébként, tehát mi mindig elmondjuk, hogy nem a klub ellen vagyunk, hanem a klub mellett, és azt szeretnénk, hogyha a klub ismét jól szerepelne, de ennek érdekében van, mikor ki kell mondanunk azt, ami a sajnos az igazság, és ami nem szép. Bemarad a csapat? Nagyon bízunk benne. Most már kicsit a Diózsőriekben jobban bízunk, hogy majd ők kiesnek helyettünk, mert... Nem nagyon érezzük azt az átütő erőt, hogy fogunk mi benn maradni, de bízunk benne. Ez, hogy bíztok a Diósgyőrben, azért elég bátran kimondtad itt Miskolcon, úgyhogy azért van egy-két szurkoló itt a környéken. Ez a szurkolói hangulat, ami itt uralkodik, hogy rivális klubok leülnek egymás mellé, beszélgetnek, összeülnek, ez irigyésre méltó, vagy ez egy olyan helyzet, amit valamilyen módon be kéne vinni az NBA stadionokba is, vagy jó az, hogyha vannak rivális táborok? Azt mondom, hogy az, amit itt látunk, az egy teljesen jó dolog, hogy a riválisok is tényleg együtt meg tudnak lenni. Ezért is hazugság az, amikor azt mondják, hogy a magyar pályákon balhék vannak meg. A riválisok állandóan szidják egymást. Nyilván mérkőzés hangulatában más ez, de egy ilyen torna alkalmával ez abszolút nem. Balázs, köszönöm szépen! A műsor szakmai partnere a cközép.hu, az amigélekén.hu, a lokiblog.eu, valamint a Gólterápia rádió műsor. Egy vérből valók vagyunk.